Számos veszéllyel járhat, ha elmegyünk nyaralni. A felügyelet nélkül hagyott ingatlanunk és értékeink a bűnözők számára vonzóvá válhatnak. Különösen akkor, ha nem figyelünk arra, hogy ne legyenek arra utaló jelek, hogy húzamosabb ideig nem tartózkodunk otthon. Érdemes ilyenkor a szomszédok segítségét kérni abban, hogy rendszeresen nézzenek rá lakásunkra, ürítsék ki a postaládánkat. A rendőrség szerint az is ajánlatos, hogy ne rakjunk fel képeket a közösségi oldalakra arról, hogy éppen hol nyaralunk, mert a betörők ezeket figyelhetik és lecsaphatnak a kínálkozó lehetőségekre. A rendőrség úgynevezett nyaralókártya programja éppen azt a célt szolgálja, hogy megelőzzék ezeket a betöréseket. Az embereknek nincsen más dolguk, mint egy nyomtatványt kitölteni, ami tartalmazza az ingatlan tulajdonosának és a lakásnak a szükséges adatait. Az adatlapot a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitányságon kell igényelni, és a promócióban megadott munkatárs részére eljuttatni. Tolna megyében 14 éve működik ez a program. Ebben a mai időszakban már belekapcsolódott valamennyi rendőrkapitányság, a Paksi, a Dombóvári, a Bonyhád és a Tamási rendőrkapitányság is. Mindegyik kapitányságon van egy kijelölt munkatárs, aki ezeknek a nyaralókártya programnak a promócióját csinálja. Ő segít az embereknek abban, hogy a nyaralókártya programhoz kapcsolódó adatlapot kitöltsék. A rendőrség szóvívője kiemelte, a hatóság munkatársai az ellenőrzés során az ingatlan területére nem lépnek be. A kollégáim visszatérően ellenőrzik az ingatlant. Itt természetesen nem arra kell gondolni, hogy bemennek a házba és körülnéznek, hanem az utcafrontról ellenőrzik, hogy a nyílászárók rendben vannak-e, nincs-e valami sérülés a bejárati ajtón, egyebek. Hogyha bármi rendkívüli tapasztalnak, akkor azonnal további intézkedéseket tesznek. Az elmúlt évben több tucatnyian igényelték a nyaralókártyát Tolna megyében. A rendőrség tájékoztatása szerint olyan betörés nem történt a térségben, ami azért következett volna be, mert a tulajdonosok elmentek nyaralni.